Elhunyt Jean-Louis Trentignan, a második világháború utáni francia film és színművészet legendás alakja. 1955-ben állt először kamera elé Roger Vadin és az Isten megteremtette a nőt című filmjében. Legnagyobb sikerét Claude Lelouch egy férfi és egy nő című moziában aratta. Szerepelt az előzés a férfiak mélyrepülésben, az éjszakán módnál, a szeretlek benneteket, a végre vasárnap és a három szín piros című filmekben is. Egyik utolsó szerepe Mihály Haneke szerelem című alkotásában a férj szerepe volt, aki agyvérzés következtében lebénult feleségét ápolja. Rendszeresen játszott színpadon is, nem csak darabokban, nagyon szeretett verset mondani. Második házasságából három gyermeke született, két lánya, Polin és Mari, meghalt. Már csak fia, Venson él.